Úgyhogy remélem, hogy ez a jókedv rátok is át fog ragadni, ez a lendület, vagy akármicsoda, ami itt történik. Megint nem tudom, hogy mennyire kell zenét hangosítanom, de mindegy. Hogyan aludtatok? Hogy vagytok? Mi újság van veletek? Meg úgy, unblock, úgy meséljetek nekem. Itt van Éva és Medi, a két jány. Kedvenceim. Jó lesz így? Már mit micsoda? Micsoda lesz jó? Tik, azt még megmondod nekem, mi? Meg kéne már bohót változnom egy kicsit, nem? De nem mindegy. Én mondtam az előbb, én úgy, ja, én úgy jól aludtam, jól alukáltam, ahhoz képest, hogy milyen sorozatba kezdtem bele. A Hill House. Ja, hangerő. Ja, hát jó, hangmérnök, hölgyem, asszony. Úr, mikor, hogy, micsoda? Szóval a Hill House-nak a kísértett történéseiről néztem filmet. Mindjárt mondom nektek, hogy mi a szituációnak a címe, mert The Haunting of Hill House első évad, azt hiszem csak egyet találtam, aztán azért csak egyet töltöttem le, nem tudom. Szóval, Tatikám, mi újság van veled? Azt mondtad, hogy stream után szeretnél beszélgetni. De hát még streameken se vagy itt. Hello, nem a rosszból. Azt, ha még nem verted be a lájkot, ja, azt nem itt. Jó, elnézést, Pála. Szeretnék üdvözölni mindenkit, aki itt van. Azt is, aki új, azt is, aki régi. És remélem, hogy nagyon jól telt az éjszakátok, jól aludtatok. Illetve azt is remélem, hogy felkészültetek a mai témára, mert én nem. Kevés kérdést írtam össze, mert lehet, hogy majd útközben indul a kérdés láz. Az az igazság, hogy ennyi jutott eszembe, hogyha ne talántán van több ötletetek, hogy milyen kérdéseket írhatnánk föl, vagy milyen kérdésekre válaszolhatnánk, akkor nyugodtan írkáljátok meg. A nyelvtan tanárnak bemagyarázom, itt leszek. A gyálast az űzének. Micsoda? Nem, nem bántjuk a nyelvtan tanárt. Végén még izé lesz, tudod. Nyelvbox, fúj. Szóval én jól alukáltam, kipihentem magamat. A mai témánk az ugye kicsit kapcsolódik a jelenlegi helyzethez. Ugye remények és félelmek. Kicsit úgy hangzik, mint egy szappanopera cím. Tudjátok, az ilyen amerikai, nem, brazil, török, meg nem tudom még milyen, brazil, nem, az már volt, jó, mindegy. Szóval az ilyen szappanoperákot. De valahogy úgy arra gondolok, hogy mi lenne, hogy kibeszélnénk magunkból azokat a félelmeket, illetve reményeket, amik ugye, hát nem csak a mostani helyzet miatt alakultak ki bennünk, hanem úgy életünk során jöttek érzésként, gondolatként. Például kezdjük a reményekkel, mert ugye az sokkal pozitívabb, mint a félelem. Nem kellett így felfogni, Éva. Valószínűleg nem olyan kaotikus, azt csak te látod úgy, mert te vagy benne. Kérdezném tőletek, hogy milyen reményeitek vannak régről? Milyen remények születtek bennetek? Mert ugye azért ezek is születnek, mint a babucikák. De figyelj, Artikám, simán bejátszhatnád ezt az időkártyát.
akár tarthatnátok az nyelvtanórát itt a streamen is. Felhívom a tanárnőt, vagy bácsit, és akkor ketten tartjuk. Csak aztán pereket a jólét, érted? Papa akarsz lenni? Na, erről még nem meséltél, mesélj csak. Pap szeretnél lenni. Ez egy reményteli dolog. Ez tök jó. Mióta van ez az elhatározásod? És miért? Bocsánat, szipogásért. Hát reméljük, Éva, hogy megtalálod magad, vagy valaki megtalál téged. Úton út vélem. És nem hagyja, hogy lesodródjál a rossz útra, rossz irányba. És milyen pap szeretnél lenni? Mármint, hogy vallásilag. Keresztény. Vaj. Várjál. Keresztényen belül ugye sokfajta van. Görög katolikus akár. Görög katolikus? Miért nem református? Miért jó a görög katolikus? Csak kérdezem. Szerény véleményem szerint én a reformátust azért preferálnám jobban, de ez csak saját vélemény, mert ugye ott azért még a családalapítás, mint gondolat, az működhet. Szia Gergő, mi újság van veled, hogy vagy? Igen, van görög is, meg római is, de hogy mi a kettő között különbség, vagy meg hasonlat, azt nem fogom tudni megmondani, mert én nem vagyok ebben benne. Hogy őszinte legyek, azt sem tudom, hogy én melyikbe vagyok benne. De én mondom, én jobban preferálom a reformátust. Hello, X Lima, várjál, X Lima Era. Az a név. Erának foglak hívni, jó? Velük nagyon jóban vagyok nálunk, úgy van, hogy lehet feleséged, ha papszentelés előtt megnősülsz. Wow, na ezt nem tudtam. Ez jó. Ezt tettek, ezt kifejezetten jó. És te szeretnél feleséget papszentelés előtt? Na de várjál, kopulya is lehet? Mera? Akkor leszel Mera. Az Era jobb volt, könnyebb volt, de akkor megpróbálom a Merát. Úgy gondolom, mert ahogy te új vagy a nézők közt, ugye nem tévedek. Igen, mert ezt én is így tudtam, de lehet, hogy most már a keresztény, vagy a, igen, a katolikus papok között is vannak ilyen kikacsingatások. Jó, bocsánat, én ezt... Jó lesz az Era? Jó. De egyébként mi a kereszt nevet, hogyha szabad így? Régebb óta követlek, de nem cseteltem. Hát akkor épp ideje lesz elkezdened.
az ortodox, csak nem patriákat tisztelnek, hanem a pápát. A házasság szentségében benne foglaltaknak a gyermekek, a Isten megajándékozza a házasságot. Misi vagy? Misi. Nem ígérem, hogy megjegyzem, de meg fogom próbálni, mert ugye hát a Misihez az era, az érdekes, mert ugye az era, az Erikának a beceneve, de legfeljebb ilyen anonimusban fogod nyomni. Era, mint Misi. Misi-ről? Egyébként ezt vágjátok, hogy kijavította a szerencse kerék önmagát, az kemény. De Horvátom, továbbra is a 20, jó? Jó reggel, szevasztal. Deb! Ezt mondjuk nem értem, miért csinálja. Amúgy nem a izét csinálta, de mindjárt javítom. Egy fél pillanat. Hogy vagy, Horvátom? Kijavította ez a szerencsét, de... Mi? Na, és akkor ezt kéne elegyengetni. Vagy ez így el van? Ez ilyen. Akkor hozzá se kell nyugnom. Tökéletes. Igen, mert van ennek egy ilyen biztonsági mentés mappája is, és sokszor ő úgy gondolja, hogy onnan indítja el a programot, ami azt jelenti, hogy ő az előző anyagokat használja fel. Éppen most keltem, jön ki a bölcsesség fogom, el vagyok. De ugye nem fáj. Görögkatolikus hídben század óta lehet családod, ha a papszentelés előtt megnő. Nősülve csak a papi szintet érheted el, ha szerzetes vagy, akkor lehetsz... Aha! Ti vallásotokban ilyen sokféle van. Mert hát ez egy rendkívül jó kérdés, Medi, egyébként. Nem Radvó. Az arcod oldala. Hát jobbulást hozzá. Legalább ott te bölcs leszel. Bölcs fickó. Na, térjünk vissza a témára, mert most nagyon elmentünk így a papi témákhoz. A témák felé, bocsánat. A vallási struktúrákat most így hanyagoljuk. Próbáljuk meg inkább a reményeket, hogy milyen reményeitek vannak. És ne csak a mostani helyzetet nézzétek, hanem úgy unblock a... Mondjuk életetek során milyen reményteli érzések töltöttek el titeket, illetve milyen ilyenek alakultak ki bennetek. A kereszténység egy olvasztó tégely volt a középkorban, mindenféle irányzat kialakultak. Igen. Medi, mi úgy mondjuk, hogy van a három főegyház, római, református, görög, és vannak a szektársok, pünkösdisták, paptista, Jehova. Ez már az a szint, ami az én korlátoltságomat meghaladja. Én ebben eléggé korlátolt vagyok, nekem elég az, hogy hiszek valamiben, és pont. Most az, hogy azt minek nevezzük, meg hány irányzat, nekem egy irányzat az bőven elég. Valahogy nálam ez így alakult ki. Én sosem néztem azt, hogy valaki református, vagy görög, vagy milyen katolikus, vagy egyáltalán katolikus. Sőt, azt sem néztem, hogy hívő ember. Ha hisz, ha nem, úgyis jó. De Attilám, én kifejezetten örülök neked, hogy ilyen koboly, reményteli dologban akarsz részt venni. Mi az indítatás? Van-e valami mögöttes cél?
Mert ugye azért papnak lenni nem egy utolsó dolog, ugye ott azért elég sok minden olyan dolgot kell művelned, ami hát megváltoztatja az életedet, nem is kicsit. Hogy így van, de szerintem most ilyen sokféle képen gondolnak egy vallást, az nagy eséllyel nem valódi, bár ez csak tipp. Hát, vagy inkább sokszínű. És azt, hogy nem valódi, vagy valódi. Egyébként én személy szerint református vagyok, de értelmetlen dolognak tartom ezt a sok egyházat. Igen, én is így vagyok, de viszont tisztelem azokat, akik tartoznak valahova. Számomra amúgy a református, meg most már így a görög, ahogy így mesélte az Attila, hogy ott is lehet házasodni, ezek a szimpatikusabbak. Egy pap ugyanúgy házasodhasson, illetve nem szessen gyereket. Mert ez beletartozik az életbe. Ez egy áldott dolog, ugye szokták is mondani, hogy áldott állapotba kerül a hölgy. Szerintem ez jó, ha benne van. Kevesebb a frusztrált ember. Ráadásképpen egy pap, hogyha igazán jó pap, úgyhogy Attilám, kösd fel a gatyádat, az nagyon sok mindent tud adni a gyerekének az élete során, I guess. Én így gondolom, aztán lehet, hogy sokatok meg másképp. Úgyhogy máshogy gondolják. Engem meg római katolikusnak keresztelnek, de szinte megbalva. Igen, van egy ilyen réteg is egyébként, akiket megkeresztelnek, de nem éppen a hívő kategóriák. Nincs ezzel gond. A görögkatolikus egyházat nagyon tisztem, ugyanis ők legjobban ragaszkodnak a tradíciókhoz. Majd egyszer bevezethetsz minket, kedves Mera. Merának foglak hívni, a Mera az jobb, mert akkor az egyébként lehetnék Kiméra is. De inkább Mera lesz. Mert akkor nem Mera vagy. Én is azt mondom, hogy felesleges, például a Jehovák annyira különböznek, hogy másként fordították a Bibliát, meg hogy ott lehess a fizetése 10%-et be kell adnod, de ha rosszul tudom, akkor please no here. Hát, meg a Jehovák azok nagyon nyomják magukat, én őket annyira nem kedvelem, nem szimpatizálok velük. Na, remény, remény. Nekem életem során voltak ilyen reményteli dolgok, hogy például érettségi. Volt például olyan dolog is, hogy egy barátnő, illetve később majd lehet, hogy komolyabb. A mostani helyzetet nézve én nagyon reménykedek, hogy ez az egész meg fog oldódni, illetve abban reménykedek, hogy a lehető legtöbb ember meg fogja úszni. Köztük nyilván tekintve a saját családomat, illetve a saját baráti körömet, mert nekem nagyon fontosak. Illetve most már nézhetünk titeket is, mert én titeket is nagyon kedvellek. Hihetetlen egyéniségekkel találkoztam itt is, és Mera is egy kifejezetten érdekes emberke, aki itt most megnyilvánult, hogy neked is kívánom a lehető legtöbb jót is. És azt, hogy maradj ki ebből a Covid genyóból, és hogy nem tudom, ha lehet, akkor tényleg éljük túl mindannyian, és egyszer az életben találkozhassunk, mert az nem egy rossz. Megiszunk valami kávécskát, vagy akármi csodácskát. Én mondjuk tej nélkül, mert nyilván. Vagy hogyha van növényi tej, akkor azzal. Támasz neki egy ajtót a falnak, és lekötöd őket egy időre. What? Sokféleképpen szoktak szólítani egyébként. A görög mitológiából szedtem a Kimira nevű állat után. Hát igen, sejtettem, vagy hát úgy gondoltam.
nevet is latinul írják úgy, hogy Ximéra. Xima, ja, hogy akkor ez egy I betű, bocsánat. Bocsánat, még hülye is vagyok. Hát, erről egy. Kinek úgy, igen. Hát akkor Kimira leszel. Ennyi. Akkor ezt le is tudtuk. Na, Csajci, van egy Csajci, akit fűzögetsz, mi, Atikám? Köszönöm szépen, hasonlókat kívánok, viszont én már átettem egyszer a Covidon, szerencsére enyhébb tünetekkel megúsztam. Örülök neked, de viszont attól függetlenül az oltást azt kérvényezned, mert hidd el, hogy jobban fogsz vele járni. Mondják azt, hogy hát aki átesett, az így úgy amúgy jól jár. Hát a nővére már másodjára esett át, és másodjára már sokkal nehezebb volt, én nem kívánom senkinek. Úgyhogy tényleg mindenki a lehető legvédettebb helyzetbe kerüljön, mert hát az jó, vigyázzunk egymásra. Egy ideig még nem kaphatsz, gondolom azért már átestél a Covidon. Azt hiszem ezután fél évig nem kaphat az ember oltást. Könnyezdik a szemem. Olyan megható ez az egész. Jó, hát akkor drukkolok, hogy ezt a X hónapot ezt nyugalomban is egészségben vészeld, aztán utána kapd meg a döfködést egyszer, aztán kétszer, és akkor remélhetőleg ez erősíti az immunrendszerünket, és tényleg a lehető legjobbat hozza ki. Én most nagyon pozitívan kezdtem hozzáállni, és nagyon remélem, hogy idővel azért mindenki meg fogja kapni, és védettek leszünk annyira, hogy ez már ne legyen probléma. Csak azért nem akarja, mert idősebb nálam. Mennyi vagy te és mennyi ő? Te vagy 15, ő meg 42, értem? Nem, semmilyen nincs. Reményelteli dolog még nálam, amit úgy reményként, az mostanában megint előjött, hogy egy jobban kereső meló. Nagyon reménykedek, hogy fogok tudni találni ilyet. 14 vagyok, 16 lesz. Ez nudli. Nagyon szeretnék végre egy olyan munkát, ami függetlenné tesz az államtól, illetve tényleg úgy mindentől. Mindenki úgyse fogja megkapni. Ugyanazért, mint az influenza, nem sok ember megy el mindig oltásra. Hidd el, hogy itt azért más lesz. I guess. A cégek meg az országok ki fogják találni azt, hogy kvázi kötelező legyen. Ezt nem az állam fogja kimondani, hanem maguk a cégek és az országok. Jó reggel, Tibi! Tibikém, hát mi újság van veled? A frissen okult, csak összehozom a mondatot, az autóbajnok, a kormányfelelős, a... Mit mondjak még? Kressz király! Gratulálunk Tibikémnek, mert sikerült letennie a kresszt. Úgyhogy mostantól kezdve vigyázzatok az utakon, mert bajok lesznek. Vagy még csak az egyik részét tetted le? Lehet, hogy nem követem úgy teljesen a szituációkat. Én azt nem értem, hogy ugye a kártya érvényessége fél év utána megint be kell majd. Nem tudom, lehetséges. Ugye ezeket az oltásokat folyamatosan fejlesztik. Hát kvázi, igen, valamilyen szinten tetszik vagy sem, de kísérleti alanyok vagyunk. Folyamatos vizsgálgatás van. Hát akkor Tibikém, elkerüljük azt a környéket, jó messziről, nem rossz bó. Mi ez az erre, gyerekek? Hát mindenki ezeket a magasba éljenek, a csajok meg ilyenek, tudjátok.
Erről még nem született döntés, az én kártyámon rajta sincs a lejárati dátum. Hétfőn startol az érettségi, az a másik megmérettetésed? Hát akkor majd ahhoz is drukkolni fogunk. Összefeszítem a seggizmaimat, és így fogok nézni. Csak hogy érezd, hogy drukkolok. Nyilván. Reménnyel teli, akkor ezek szerint Tibikémnek ugye az volt, hogy meglegyen a kressz, illetve hát most már az sikerült, most jön az érettségi, úgyhogy neki nagy reménnyel teli időszaka van. Én nagyon drukkolok neked. Majd indítunk egy streamet, és ebben segítünk Tibinek, naknek. Lehet, hogy nem. He! Ja, mehetsz autóval érettségizni, te szacskó! Az életnek rohadt egy humora van. Én miről összeszedtem magam, hogy megírjam a szakdogán, meghalt az egyik interjú alanyom. Szóval most reménykedem, hogy valahogy visszakeveredem ehhez a dologhoz. Simán vissza fogsz tudni keveredni. Lesznek interjú alanyaid. Most viccen kívül, hála Istennek, jó sok mozgássérült van, akikből válogathat. Ez kicsit nyers volt, de tény, ami tény, hogy van válogatni való. Valami reményelteli érzésetek régről, illetve újonnan nekiállni nem, de hogy nem. Csak csinálnod kell. Csináld és kész. Hidd el, hogy az, aki most elhunyt, ő is azt akarná, hogy tehát egyébként Atikám, nem kap is gáz rossz helyen, mert az egyik interjú alany én leszek. Úgyhogy kapd össze magad, Éva, mert érted, nyakon vágdoslok, aztán évelődhetsz előre, meg hátra is. Körbe-körbe, karikába, karikába. Ilyen zene pörög itt hát. Nem rossz, nem rossz. Kicsit az eleje veszem a hangerőt, mert kicsit nagyon pörög az elhelyű. Na! Remény, remény. Igen, úrja, mindig reménykedtem dolgozatok előtt, de hát ez szerintem mindenkinél így volt. Ne én feleljek már, kérem. He. Az is mindig meg volt. Kiméra, neked milyen reménnyel teli dolgaid vannak, ha szabad így kérdeznem. Szóval, hogy miben reménykedsz mostanság? meg úgy régebben is. Régieket is nyugodtan mondhattok. Ez most egy olyan téma, amiben el lehet veszni, illetve lehet, hogy nem fogtok tudni egyértelmű válaszokat adni. Tényleg a remény az egy olyan erőt adó valami tud lenni, amiben meg tudsz kapaszkodni. Számomra egy erőteljes érzés, illetve egy olyan valami, ami úgy ki tud húzni akármilyen katyvaszból. Életem során nagyon sok embert, illetve nagyon sok szerettemet vesztettem el, kutyát is, akit én nagyon kedveltem. Paláttagot is, nagymamát, stb. És mindig kihúzott valaki, vagy valami. És mindegyikben a reményt láttam meg. Nálam ez egy ilyen összképi dolog, ami úgy segített, és hál' Istennek most is itt vagyok. Nem gondolkozom azon, hogy véget kéne vetnem az életemnek. Nem gondolkoztam ilyeneken soha, hál' Istennek. Pedig, hát, ha úgy veszük, azért lehetett volna rá otthon, de hál' Istennek nem. Nálam a remény az tényleg egy olyan
kapaszkodó, amiben az ember föl tudja húzni magát bármelyik esetben, bármelyik pillanatban. Az a kapaszkodó lehet egy ember, lehet egy emlék, lehet egy emléktárgy, lehet akármi, ami úgy erőt ad neked. Kinek mi? Melyik pillanatban mi? Nektek van-e olyan tárgyatok, személyek, emlékek, amik reményt tudnak adni? Mindig simogatod az egérpadot, ma olyan finom. Reménykedjünk, hogy meglegyen az érettségi utána a felvételi. Hát én nagyon drukkolok neked, Tibikém. De hát figyelj, ha a kressz megvan, akkor ezek is simán meg lesznek. Nem vagy te egy buta ember, I guess. Ha meg az vagy, akkor tarkón vágunk, és még okosabb leszel is. Úgy kihalt a cseh, gyerekek, mi történik? Nem bírom tovább. Kicsit túlreagáltam. Amíg itt gondolkoztok, meg írkáltok, addig én elteszem a tányért melegebb éghajlatra. Én egy szívtelen barom vagyok, nem kötnek érzelmek. Dehogy nem, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy kötnek érzelmek. Tutti! Nem tudom, mostanában ez nálad kezd kikopni. Jelenleg, vagy igen, nálam kezd ki, jelenleg bennem van valami, ami azt mondja, hogy holnap lesz egy új nap. Azt ennyi. Az is egy jó dolog, nem? Hát az új napra lehet építeni. Nem vagyok egy kegytárgy, vagy nem is tudom, kegytárgy gyűjtő, nem vagyok egy nagy gyűjtő, de képzeljétek el, nekünk volt egy szomszédasszonyunk, ő hihetetlen keresztény hölgy volt, és sokszor vitt engem misékre is. Szomszédasszonyunk szőlőkének hívták, mert Szőlősiné volt a neve. Egy rendkívül kedves és megtört asszony volt. Isten nyugosztalja, ő most már föntről tekint le ránk, ha csak nem született újra. És tőle kaptam még annó egy fából készült keresztet, amin ugye a Jézus van bronzként, azt hiszem. És gyerekek, én nagyon sok régi kacatot kidobtam, de na ez az a dolog, amit én soha nem fogok kidobni, mert ebben olyan szintű érzelmek vannak, olyan szintű energiák, amik ugye mindig kell, hogy velem legyenek. A szőlőke nagyon sokszor támogatott minket, és ezt nem anyagilag kell tekinteni, hanem mindig mellettünk volt, pedig időskorára az ember nem gondolná, hogy annyi mindent megtesz valaki. Ő mégis hihetetlen sokszor segített nekünk, fizikálisan, lelkileg, amiért továbbra is hálás lehetek, és tényleg, ha a valláshoz köthetek valakit, vagy valamit, akkor az ő és a keresztje, amit én reménytelinek érzek, hihetetlen, de igen, ezt én mindig én magammal fogom hordozni, és az ő emlékét is, és az ő szeretetét, mert tényleg nagyon sokszor volt ott mellettünk is, és
Nagyon sajnálom, hogy úgy alakult, ahogy alakult. Ez van. Már nincs köztünk, de nagy erő volt benne. Szia Máté vagy Mét, nem tudom, hogy szólítsalak. Na, mindjárt olvasom itt a Tibinek a hozzászólását. Érdekesnek tűnhet. Én eddig se láttam az értelmét a templomba járásnak, de most suli miatt kötelező volt, így már nem is utáltam, ha bár igen jókat aludtam hátul. Retro játékot, hát Quake. Quake vagy pedig Unreal Tournament. Ezeket szerintem simán begyűjtheted. Lövöldözős, de hát retro kértél. Na, félelmek, félelmek. Régi félelmeim ugye azok voltak, hogy az iskolában nem tudok jól teljesíteni, ehhez képest egyébként sose tanultam halálra magamat, tovább nem voltam arról híres, hogy éjjel-nappal a könyveket bújtam. Viszont ettől függetlenül mindig volt bennem egy ilyen kis mini félelem, hogy ki fogok bukni, meg mit tudom én, eltanácsolnak. De hál' Istennek ez nem történt meg. Félelmeim ugye még az érettségi volt, hogy nem fog sikerülni, mégis sikerült, büszke is vagyok rá. Félelmeim, van egy általános félelmem, az, hogy nem fogom tudni eltartani magam, és ezt most anyagilag tekintsük, úgyhogy ezért is keresek olyan munkaforrásokat, olyan munkákat, amikkel függetlenné tudok válni, mert nem támaszkodhatok mindig valakire vagy valamire. Én szeretnék tényleg saját magam, úgymond a saját lábamra állni, most ezt tekintsük átvitt értelembe. Én attól szoktam félni, hogy zavarok másokat, útba vagyok, zavarok. Még írd le háromszor, hogy zavarok. Írd már le gyorsan! Régi félelmeim azok is voltak például, hogy nem tudok segíteni adott embereknek. Most azért ez kicsit megkopott, mert azt vettem észre az elmúlt időszakban, hogy akiknek segítek, azok valahogy úgy utána elfordulnak, vagy csak addig vagyok jó, amíg ugye én segítek, utána fordított helyzetben már ez nem működik. Ja, bajtam. Nagy félelmeim sose voltak. A legrosszabb félelem, amikor kicsiként akartam kávét csinálni, és kiöntöttem. Féltem, hogy mit szól. Jaj, egyen meg a kicsi medikét! Ávéban ászott az egész konyha. Igen, ilyesfajta cuccaim nekem is voltak. Képzeld el, Medi, képzeljétek el, hogy volt egyszer, hogy a hát falról elkezdtem leszedni konkrétan ezt a festék réteget. Mert ugye, hogy itt tudom én, megindult. És addig a pillanatig úgy jó poén volt, amíg aztán lett egy akkora lyuk, mint a fejem. Mármint, hogy így ja, akkora ilyen festék nélküli rész. És utána így ránéztem, és ez a oh my god. Hát akkor ezt most el kéne takarni valahogy. Persze lebuktam idővel.
De hál' Istennek nem lett belőle akkora probléma, mint amekkorát gondoltam volna, vagy gondoltam előtte. Újra lett festve is, és eltűnt gyakorlatilag. De addig viszont féltem, hogy hát passzus, kiderül, hogy itt mit csináltam. Hát ez izé lesz. Para lesz. Főleg a reakció anyámtól. Ez gyakori az életben amúgy, hogy előfordulnak, ezért sem éri meg többet beletenni, mint amit nem sajnálsz akkor sem, ha lemegy a klotyón. Úgyhogy ilyen fajta félelmeim nekem is voltak, hogy elrontok valamit, és akkor jaj, ki mit fog szólni hozzá. Ez ugye valamilyen szinten a megfelelési félelem faktor, genyó. Olyanba tegyél energiát, aki viszonozza is. Hát mostanában ezt szoktam csinálni, mármint hogy úgy az elmúlt években, mert meg hát nyilván olyan embereknek segítek, akik meg tényleg kell, meg tudok is nyilván, hát ez most. De nem mindig tud mindenkinek segíteni az ember. Voltak az iskolai rendezvények, vagy voltak iskolai rendezvények a templomban, és az elején mondta a csuhás, hogy hajtsuk le a fejünket, az osztálynak nem kellett több, egész osztály úgy hagyta, véletlenül is elaludt. Ó, értem. Hát akkor vót nincs. Voltak-e olyan félelmek, amik bejöttek életetek során? Megtörtént félelmek. Közben gondolkozom, hogy milyen félelmeim voltak-e, illetve milyen remény. Itt ugye remény az, hogy tényleg ez a mostani időszak ez helyreálljon. Remény a munka, ezeket mondtam. Hát reménykedek egy olyan jövőben, ahol független vagyok. Nyilván ez is egy természetes dolog. Nektek vannak-e ilyenek még? Nyugodtan soroljatok, nyugodtan nyíljatok meg. Látjátok, hogy Medi is elmondott egy olyan félelmet, ami egyébként egy elég erőteljes tud lenni, mert az ember fél bizonyos reakcióktól. Németházit kell írnom utána órán. De hát Atikám, az a házilem ráérhe. De akkor szép napot! Micsoda? Még üvöltök is a fejedbe. Szép napot is, kösz, hogy itt voltál. Még ilyen reményteli dolog. Ja, hát mindig is reménykedtem abban, hogy le fogok tudni fogyni, és most már hát lassan 25 kilónál fogok járni. Nyilván a végtermék az mindig fölleugrál, szóval az utolsó kiló intervallum az ugye változni szokott, de voltam már 26,5 egy körül, ami egy óriási eredmény számomra, mert jól esik viszont látnom, hogy most már több mint egy éve csinálom azt, amit csinálok, és nem feltétlen céltalanul. Reményeimből van egy, ami első priority, felnövök barátokkal, veszünk egy hajót és utazunk. De ugye nyilván ahhoz pénz kell a fenntartáshoz is, meg hát magához a hajóhoz is. Milyen céllal szeretnél utazni? Mert ugye azért maradjunk a realitás talaján, egy hajót fenntartani, üzemanyag, karbantartás, stb. Az nem egy olcsó mulatság. Ezért is kérdezem tőled, hogy halászáshoz vagy mi ez? Reményeim közé tartozik egyébként, hogy még a videózást, mint lehetőséget fel fogom tudni húzni.
több nézővel, több kihívással, több lehetőséggel, jobb technológiával fogom tudni fejleszteni az infrastruktúrámat, illetve önmagamat, jobban tudjam kezelni az adott szituációkat. Illetve azt is nagyon remélem, hogy mint megélhetés is részt tud venni majd az életemben. Hát ez leginkább rajtatok is rajta múlik. Olyat kérnék tőletek, hogy streamenként, hogyha lehet, akkor osszátok már meg a streameket, hogy olyan emberek is jöjjenek, akik mondjuk előtte még nem jöttek. Mit tudom én, nem lenne rossz, I guess. De nyilván ez nem parancs, csak egy kívánság, egy kérés. Megtörtént reményteli dolgok, például az, hogy leérettségiztem, az, hogy az iskolában azért viszonylag jól tudtam teljesíteni, úgy átlagosan. Sosem akartam kimagasló lenni, és ez nyilván nem is jött össze. Én igazából reményem, hogy a rendőrségi ranglétrán feljebb tudjak lépni, ameddig csak tudok is. Tanulmányaimat folytatni tudjam a rendőrséggel, hát igen. Igen. Milyen szintet szeretnél maximálisan elérni? Nem olcsó, de nem drága. Utána néztünk, még apuval beszéltünk, és ha minden fizetünk 90%-án rakjuk, akkor mire felnőünk lesz egy évre elég rá. Utána meg majd megoldjuk valahogy. Aha. Tábornok szeretnél lenni? Katonák előre! És akkor majd így tisztelgés, meg fejen csapkodhatlak a gumibotoddal, meg ilyenek lehetnek? Tibiké. De csak nekem. Ez úgy érdekes lenne. Tiszteletem, tábornok úr, és akkor csapkodnám a fejedet a gumibottal. Fuf. Jó, van, befejeztem. Kicsit hülye vagyok így kora reggel. Na, hát... még reményteli. Nem tudom, most itt hirtelen nem jut eszembe. Gondolom nem katonák tábornok, hanem rendőr akar lenni. Igen, igen, rendőr. Rendőr bácsi. Mesélek nektek egy sztorit, ha már rendőrök. Képzeljétek el, lehet, hogy már hallottátok pára, nem tudom. Vagy legfeljebb megírjátok, hogy igen, vagy nem. Egyszer meglátogattak mozgássérült haverjaim, még Szentendrén laktunk. És van ott egy 11-es, ahol hát át kell kelni a lakótelep és a hévállomás között. És hát zebra nélkül van ez a dolog kialakítva. Lényeg az, hogy a barátokkal elindultunk, hogy akkor átkelés. Mondtam nekik, hogy majd szólok, amikor mehetünk. Mire megállt két, nem megállt egy rendőrautó, és így kiszólt belőle a rendőr, hogy szeretnénk átkelni, és mondtuk, hogy igen, de hát megvárjuk, amíg az autók megállnak. Tudjuk, hogy körülbelül az mikor van. Erről láttad a videót. Na. A lényeg az, hogy mondták, hogy jó, megfordultak, beálltak keresztbe a 11-esen, és gyakorlatilag leblokkolták a teljes forgalmat, amíg mi át evickéltünk. Petszelnél és a Dunakorzó sétál. Dunakorzó lehajtónál már van zebra, de ott a hévállomásnál és a Rózsakert lakótelep között még nincsen, szerintem, azóta se. Nem tudom, hogy miért nem lehet. Ja, de, ja, bocsánat, úgy van, hogy föl kell menni a dzsungyásra, és gyakorlatilag ott a vége fele lehet átmenni zebrán. De hát, addig föl kell menni, szóval, hogy ez így vatt. Meg az aluljáró, ami egyébként olyan rohadt meredek, hogy életemben nem mennék le rajta.
meg azt hiszem, hogy ilyen közlépcső is van, tudjátok, a babakocsisoknak, mert ez nagyon fontos. Mert kis friss dolgom akad, sziasztok. Tibikém, szép napot kívánok neked, kedves dandártábornok úr. A fejcsapkodás meg majd beüsszítjük egyszer az életben. Így. Amikor építették azt az aluljárót, egyébként úgy oda mentem, úgy megnéztem, de hát nem voltam elragadtatva tőle. Nagyon meredek lett. Kár, hogy ne. Én azt nem értem, hogy van ilyen helyeken csomó terület, hogy miért nem lehet kihúzni ezt az aluljárót, hogy hosszabb legyen a lépcső. Hát, miért olyan nehéz az? Miért egy meglévőt kell átalakítani? Vagy na, miért egy meglévőt kell megcsinálni ugyanolyanra? Miért nem lehet egy kicsit újítani rajta, mert én elértem. Ez túl egyszerűen. Reményeim közé tartozik egyébként, hogy több akadálymentes terület lesz nekünk kialakítva, mint például aluljáró, mint például közterületek, helyek, csehók, kocsmák, munkahelyek, stb., ahova mi is be tudunk fáradni, térni. Szórakozó helyek, mint például a mozi, a színházak, jó, mondjuk a színházak többnyire akadálymentesek, de például nálam az is számít akadálymentesség kérdésével, hogy ne oldalt kelljen ülnöm kirekesztve, hanem legyen mondjuk a sorok közt minimum egy nagy terület, ahol középen is be lehet menni, és középen is tud ülni, mert nyilván nem oldalról fogod látni jól a filmet, vagy a színházi darabot, hanem középről, mert középre vesznek az. Jó, legyen az mondjuk, hogy ugyanúgy meg kelljen fizetni ezt a középső helyet, illetve lehessen az is, hogy a páholyba tudjunk fölmenni, mert miért ne. Szóval ilyesfajta ilyen reményeim vannak, hogy ezeket meg fogják tudni oldani. Én úgy gondolom, hogy rövid vagy hosszú idő elteltével azért ez is működni fog, akkor a tömegközlekedés is 100%-os legyen akadálymentesség kérdésében. Milyenre? Hát ilyesfajta, hogy meg én azt is remélem, hogy ez az egészségügy is helyre fog állni, fejlődni fog, illetve azt is nagyon szeretném, reménykedek benne, hogy a mozgássérülteknek beszállított külföldi eszközöknek a minősége, illetve a minőség mennyiség az egyaránt növekedni fog. Meg hát az is, hogy ne kelljen például megtérítenünk bizonyos százalékot, mert most őszintén kap egy mozgássérült állami támogatást plusz 4 óra munka, azt számoljuk ki, az nem túl sok. Én összesen keresek 110-140 ezer forintot, ami nem túl sok. Nálunk nincsenek akadálymentes dolgok, kicsi város vagyunk, és nagyon nagy szükség. Nagyon nincs szükség rá. Hát azért mindenhol szükség van rá, Medi. Hidd el. Most én oda mennék, akkor érted? Most akkor mi van? Semmi? Ott nézegetnék körül, körbe-körbe, és nem tudnék sehol bemenni. A lépcsők mellé igazán rakhatnának rámpát, mert az nem rossz dolog. De azok a rámpák is legyenek úgy kialakítva, hogy élhető legyen, ne egy rohadt meredek, ne egy kacskaringós, akármi. Korláttal, hogy ne boruljon le senki róla, stb. Ezért ez nem mindegy. Szóval ilyesfajta reményeim vannak. Titkon azért reménykedek abban is, hogy a sérültek, legyen az értelmi sérült, mozgássérült, illetve az egészségesek egyszer fognak tudni rendes összefogásban, összetartásban élni egymás mellett, és nem az lesz, hogy még mindig ki vagyunk rekesztve. Tudom, hogy Norvégiában ez részint meg van oldva, de nálunk ugye ez még nagyon gyerekcipőben vannak. Az emberek félnek, az emberek mutogatnak, az emberek
bámulnak, bámészkodnak, és ugye ritkább az olyan eset, amikor mondjuk az van, hogy egyenlőség. Félelme meg nyilván az, hogy ezek mind nem jönnek össze, de hát szerintem ez lehetetlen. Legfeljebb az én időmben nem. Mondjuk meghalok, aztán utána összejön, de én szerintem azért ezek meg fognak valósulni idővel. Én legalábbis remélem. Egyszer akartak, de pont egy mozgássérült szólt nyarnak, hogy ez számukra megalázó. Turisták meg erre nem igazán járnak. Megalázó. Vaj. Ez így megalázó. Azt, hogy akadálymentesítenek. Miért megalázó? Én ezt nem értem. Na jó, rédeim. Nem maradtunk túl sokat. De attól függetlenül rédeljünk. Egy 10-es skálán mennyire értékelnétek a mai stream témáját? Azt mondta, hogy maguktól kell megoldaniuk, és megalázó, ha könnyítenek neki. Idióta! Ez nem megalázó, ez inkább természetes. 10 per 6, nem baj, elfogadom. Miért volt ennyire rossz? Nyugodtan mondd el a véleményed. Csalódtál bennem, mert ilyen gyenge témát hoztam. Kicsit szétszéletem. Előfordulhat, igen. Hát sokféle témát vettünk ma számon, így a témán belül, meg kívül is. Szerintem ez nem olyan nagy gond. Nem tetszett? Jó. Nem baj. Rédeljünk, jó? Átmegyünk, köszöntök, hogyha akartok, ha nem, akkor úgyis jó. Viszont vigyázzatok egymásra, magatokra. További szép napot kívánok mindenkinek, és köszönöm a figyelmet. Ciao, ciao! Puszi ölelés. Mert ez fontos.